Ma már ritkaságnak számít, ha valaki nem ásványvizet, hanem szódavizet fogyaszt a hétköznapokon. A szikvíz azonban hosszú esztendőkig elengedhetetlen kelléke volt az éttermeknek, otthonoknak. Az újpestieknek ma sem kell nélkülözni, a piactól pár lépésre várja a szódára szomjazókat az Újpest Szóda. A Liszt Ferenc utcai szódásbolt az 50-es években nyitotta meg kapuit. A kisüzem egy igazi családi vállalkozás, amit Újpesten Schmidt István kezdett működtetni. Fia Gábor 1999-ben vette át az újpesti szóda vezetését. Az édesapám, neki a szülei is szódások voltak, csak nem itt, hanem Budán. És aztán 54-ben, amikor már lehetett ilyen kis ipart üzemeltetni Magyarországon, akkor ő itt Újpesten próbálkozott, és akkor meg is sikerült is neki. Sok munkával, és aztán azóta is működik. Annak ellenére, hogy manapság sokkal divatosabb ásványvizet inni, a piac mögötti szódáshoz még ma is sokan járnak. Nagyon régóta itt vagyunk, tehát ez mindenki ismeri. Hát tudják, hogy Újpesten itt van, a Liszt Ferenc utcába ide lehet jönni, és hát két teherautóval szállítunk házhoz is. Üzemeknek, közérteknek és családi házakba, tehát gyakorlatilag bárki rendelhet tőlünk. A szódavíz, az ásványvíz, ez két különböző dolog, ezt tudni kell. De való igaz, hogy amikor ilyen olcsó ásványvizek megjelennek a piacon, az nem hat ránk jól, de végül is aki megszokta a szódavizet, az ehhez ragaszkodik. A szódásüzem falán több különleges emléket őriz a tulajdonos. Még több érdekességet mesél azonban Bandi bácsi, aki boldog, hogy már több mint egy évszázada hordhatja a szódát Újpesten. Nálam már ez egy külön élmény, hogy még ma is csinál. Hát most május 11-én múlt 51 éve, hogy itt vagyok. És előtte lehúztam 10 évet állami szikvízni. Úgy most már 61 éve múlt május 11-én, hogy dolgozom. Akkor gondolom, otthon ön is szódavizet iszik? Igen. Minden este viszek 3-4 plakonnal, és igen. Ennél jobb víz nem létezik. Bár a mondás úgy tartja, a szódás veri a lovát, Újpesten ez biztos, hogy nem így történt. A lovaknak jó dolga volt, és az újpesti gyerekeknek is, hiszen Bandi bácsi lovaival mindig játszhattak egy kicsit. Ma már ők is unokáikkal érkeznek a szódáért. Hát vannak generációk, akik már utána meghaltak, sőt, van olyan nagypapa, aki jött az unokáival, és azt mondta, hogy mikor még ő kisgyerek volt, az én ültem a Bandi bácsi lovának a hátán. Mert Újpesten, ahol jártam, ott minden gyereket meglobogoltattam a lovaskocsin. A szódavíz titkát nehéz lenne megfejteni, de ahogy hallhattuk, aki egyszer megszereti, az ragaszkodik hozzá. A szikvíz, vagyis a szóda Jedlik Ányos nevéhez fűződik, ő alkotta meg ugyanis az úgynevezett savanyú vízi készületet. Ahogy írja, pohárba töltetvén szüntelen szénsav buborékokat hány, míg a szénsav nagyobb része el nem röpül. Legjobb tehát a poharat azonnal, hogy megtöltetett, ki is üríteni, különben a víz sokat vesztene kellemes csípősségéből. Bár a gépek modernebbek lettek, az alapelv nem változott. Kattog a szódavizet, ez a gép állítja elő. Ezt úgy hívják, hogy egy szaturáló gép, ami azt jelenti, hogy abban a tartályban van a víz, ami szűrve érkezik a hálózatról, tehát ezt tisztítom. És egy szivattyú szívja bele ebbe a gépbe. Most bekapcsolom egy pillanatra, hogy hallják a hangját, csak hát ez gyakorlatilag, amikor a szivattyú szívja a vizet. Ez egy ide, ebbe a két tartályban porlasztva érkezik a víz, azért, hogy minél nagyobb legyen a felülete, és itt találkozik a szénsav valami, ugye ebből a palacból, a nyomáscsökkentőn keresztül ezeken a csöveken, szintén a palacba spriccelünk be, és az a kettő keveredik. Azért kell, hogy a víz porlasztva érkezzen, hogy minél nagyobb legyen a felülete, hogy megtapadjon rajta a szénsav, mert ugye a víz az már egy olyan vegyület, amiben sok mindent nem lehet vele tuszkolni. Ezeken a csapokon keresztül töltjük meg így a flakonokat, és a saját körén keresztül megy, ez egy félautomata töltő, gyakorlatilag napot egy pillanat, és akkor
Ezzel a karnak a segítségével kiegyenlítjük a nyomást a tartályban, meg a flakonban, és ezzel gyakorlatilag elérjük azt, hogy megfelelő mennyiségű szódavíz kerül bele. Nem lehet telítölteni, ha telítöltjük, akkor nem jön ki. Akkor nincs benne már nyomás. A kis szódás üzemben ott jártunkkor is nagy volt a forgalom. A Schmidt szódát sokan kedvelik Újpesten. Egyszerűen jó, közelbe lakom, tehát igazából egyszerűbb. A szódafogyasztók fejében tehát meg sem fordul, hogy más vízre cseréljék a szikvizet. Ez már a kezdetek óta így van. Bandi bácsinak, ahogy meséli, olyan bejáratott útvonala volt, hogy persze pontosan lehetett számítani érkezésére. Annyira bejáratos útvonal, hogy a Deák utcától kifele, azt mondja, addig nem megyek a piacra, még nem jön a szódás, megveszem a vizet, és utána megyek a piacra. A külső rész, az azt mondja, elmegyek a piacra, azt mondja, mire jön a szódás, addigra itt hol vagyok. Szóval ennyire időre mentem állandóan, perc pontosságra, mindig mondták Bondi, azt mondja, magához orrát lehet állítani. Hát ez a vevőnek sokat jelent. Mert hol akkor menni, az nem jó. Nálam még megy erenni, és pedig az nagyon kiesett ott a temetővel szembe az a villanegyed, de még ott is igyekeztem időre menni. Kicsit csúszott, felfogyott a üzem, vissza kell szaladni vízért, de igyekeztem úgy, hogy időben legyek ott. Mondom, ez nem mindenki tudja csinálni. A Liszt Ferenc utcai szódásüzletben tehát még ma is töltögetik a palackokba a Jedlik által megálmodott savanyú vizet. Köszönjük nekik, hiszen egy igazán jó nyári fröccs vagy szörp csak szódavízzel az igazi.